A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, Orbán Viktor az ország helyzetéről, a jövő feladatairól beszélt Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborban. A résztvevők többek között hallhattak a háborúról, a rezsicsökkentésről és a fejlődési lehetőségekről a kormányfőtől. A köztérben számítunk figyelmükre. Magyarországnak joga van szomszédos országként azt mondania, hogy a béke az egyetlen megoldás. A béke az egyetlen megoldás az emberéletek megmentésében, a háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere is egyben. Hogyan fogunk gondolkodni a jövőben erről a háborúról? Fönt fogjuk tartani azt a véleményünket, hogy ez nem a mi háborunk. Magyarország NATO tag, és a kiinduló pontunk az, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. Ezért Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t. Az a mondat, hogy majd Ukrajnánál nem állnak meg, ez egy gyenge, de érthető ukrán propaganda mondat, amit én megértek, mert az ő céljuk, hogy bevonjanak bennünket, minél több országot vonjanak be a saját oldalukon ebbe a háborúba, de ez a mondat nélkülöz minden reális alapot. Ugyanakkor, miután NATO tagok vagyunk, és ki akarunk maradni ebből a háborúból, kényessé vált a helyzetünk, mert a NATO és az Európai Unió úgy döntött, hogy bár nem válnak harcoló féllé, de fegyvert szállítanak, és súlyos gazdasági szankciókat vetnek ki, és ha tetszik, ha nem, ez azt jelenti, hogy de facto, de jure nem, de de facto részesévé váltak ennek a konfliktusnak. Most abban a veszélyes helyzetben vagyunk, hogy úgy kell valahogyan segíteniük de facto részes félként az ukránokat, hogy a moszkvai hatalom ezt ne érzze úgy, Moszkva szemében ez ne váljon egy olyan helyzetté, amikor mi NATO és Európai Unió formális hadviselő felekké válunk. Itt egyensúlyoz, minden nap óriási kockázatokat vállalva az Európai Unió és a NATO. Miután sok mindent lehet olvasni a háborúról, ha van még figyelmük, akkor mondanék néhány szót arról, hogy végül is hogy lett ez a háború, mi ennek az oka. Persze azt mindenki tudja, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez történt. Most nézzük, mi volt ennek az oka. Megemlítve azt a problémát, hogy ha az ember valamit megért, már csak egy lépés, hogy el is fogadja. De nagyon fontos, hogy erkölcsileg különbséget tegyünk egy dolog megértése és egy dolog elfogadása között. Konkrétan ez azt jelenti, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mit miért tettek az oroszok, de ebből nem következik, hogyha megértettük, akkor elfogadjuk azt, amit tettek. Az oroszok egy nagyon világos biztonsági igényt fogalmaztak meg a diplomáciában ritka módon. Ezt még le is írták, és elküldték az amerikaiaknak is, és elküldték a NATO-nak is. Ha leírták, hogy azt követelik, hogy Ukrajna soha ne legyen tagja a NATO-nak, ezt mondja ki mind Ukrajna, és biztosítsa efelől maga a NATO is Oroszországot, és vállaljuk, hogy soha nem helyezünk el olyan fegyvereket Ukrajna területén, amellyel el lehet érni Oroszország területét. A nyugatiak ezt az ajánlatot elutasították. Tárgyalni sem voltak róla hajlandók. Azt mondták, hogy a NATO egy open door policy-t visz, vagyis nyitva van az ajtaja, bárki jelentkezhet, és majd mi eldöntjük, hogy akarjuk-e őket fölvenni, vagy nem. Ez a visszautasítás pedig azt a következményt váltotta ki, hogy ma az oroszok fegyverrel akarnak érvényt szerezni azoknak a biztonsági igényeiknek, amelyeket korábban tárgyalás útján akartak elérni. Azt kell mondanom, hogyha szerencsésebbek lettünk volna egy kicsit, és az Amerikai Egyesült Államok elnökét ebben a döntő órában Donald Trumpnak hívják,
és sikerült volna meggyőznünk korábban Angela Merkelt, hogy ne távozzon, és Donald Trump lett volna az amerikai elnök, Angela Merkel pedig a német kancellár, akkor ez a háború sohasem robban ki. De nem volt szerencsénk, ezért most benne vagyunk ebben a háborúban. Ebben a háborúban a nyugati stratégia 4 pillérre épül. Ez egy papíron észszerű stratégia. Van benne logika. Talán még számok is vannak mögötte. Az első, hogy Ukrajna nem egyedül, hanem angolszász kiképzőkkel és NATO fegyverekkel háborút nyerhet Oroszország ellen. Ez az első állítás. A második stratégia állításunk, hogy a szankciók le fogják gyengíteni Oroszországot és destabilizálják a moszkvai vezetést. A harmadik stratégiai elem az volt, hogy a szankciók gazdasági következményeit, amelyek bennünket is elérnek majd, képesek leszünk kezelni, vagyis nekik fáj jobban és nekünk kevésbé. És a negyedik stratégiai megfontolás az volt, hogy a világ felsorakozik majd mögöttünk, hiszen nekünk van igazunk. Helyette remek stratégia következtében úgy áll a helyzet, hogy mi egy olyan kocsiban ülünk, amelynek mind a 4 kereke defektet kapott. Teljesen nyilvánvaló, hogy a háborút így nem lehet megnyerni. Tehát az ukránok sosem nyernek háborút Oroszország ellen, amerikai kiképzőtisztekkel, meg fegyverekkel. Egész egyszerűen, mert az orosz hadseregnek aszimmetrikus fölénye van. Második állítás, vagy második tény, amivel szembesülnünk kell, hogy a szankciók nem billentik meg Moszkvát. A harmadik, hogy Európa bajban van, gazdasági bajban, de politikaiban is, és dominóként dőlnek meg a kormányok. Csak a háború óta megdőlt a brit, az olasz, a bulgár meg az észt. És hol van még az ősz? A nagy áremelkedés az júniusba következett be, amikor duplára ment föl az energiára. Ennek a hatásai az emberek életében, amelyek elégedetlenséget szülnek, még csak most fog megérkezni, és már elvesztettünk 4 kormányt. És végezetül a világ nemhogy nincs velünk, hanem demonstratíve nincsen velünk. Tehát az amerikaiaknak az a képessége, hogy kiválasztják a gonosz birodalmát, ahogy ők mondják, és felszólítják a világot, hogy álljon a történelmi jó oldalára, bennünket kicsit zavar, hogy a kommunisták is mindig ezt mondták, tehát mindenki álljon a világ és a történelmi jó oldalára, és akkor a világ majd ennek engedelmeskedik, amely képesség egyébként korábban megvolt az amerikaiak oldalán, ez megszűnt. A világ nagy része demonstratíve nem áll oda. Kínaiak, indiaiak, brazilok, Dél-Afrika, az arab világ, Afrika, nagy része egész egyszerűen nem hajlandó ebben a háborúban részén, csak nem is azért, mert szerinte nem ott van az igazság, ahol a nyugatiak állnak, hanem azért, mert számára a világ nem csak ebből a háborúból áll, hanem megvannak a saját problémái, amelyekkel ő birkózik és amelyeket meg akar oldani. Könnyen lehet, hogy ez a háború lesz az, amely demonstratíve véget vet annak a nyugati fölénynek, amely különböző eszközökkel képes volt egy-egy kiszemelt kérdésben világegységet létrehozni valakikkel szemben. Ez a korszak ér véget, ezt a politika bükfa nyelvén úgy mondják, hogy most egy multipoláris világrend kopogtat az ajtónkon. Ha háborúról beszélünk, akkor csak, hogy stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, što djelat? Van az a probléma, hogy Magyarország hadserege összemérve a többiekével nem tűnik méretesnek. Van az a probléma, hogy a magyar GDP összevetve mondjuk a nagy európai országok és az USA nemzeti össztermékével szintén szerénynek mondható. Tehát lehet, hogy mi átlátjuk a helyzetet, remek megfontolásaink is vannak a háborúról, van tisztánlátásunk, stratégiai javaslatunk, de tudják, a háború kérdésében ez vajmi keveset számít, mert a háború erőjáték. Annak a szava dönt, aki erősebb. Azt az illúziót nem érdemes Magyarországnak dédelgetnie, hogy majd mi remek tanácsokkal képesek leszünk befolyásolni a háborús eseményeket és a nyugat stratégiáját. Ennek ellenére minden vitában becsületbeli kérdésnek tartom, és morális kérdésnek is,
meg kell próbálni elmondani az álláspontunkat, és megpróbálnunk rávenni a nyugatiakat, hogy üres győzelmi jelentések helyett dolgozzanak ki egy új stratégiát. Ha mind a négy kereke defektet kapott az autónak, akkor kereket kell cserélni. Négyet. Új stratégiára van szükség, amelynek a középpontjában, a célkeresztjében nem a háború megnyerése, hanem a béketárgyalás és egy jó békeajánlat megfogalmazása kellene, hogy szerepeljen. Azt kell mondanom, hogy az Európai Uniónak nem az a dolga most, hogy képes beszéddel éljek, hogy az oroszok vagy az ukránok oldalára álljon, hanem hogy Oroszország és Ukrajna közé álljon. Ez az új stratégia, ez kellene, hogy egy új stratégia lényege legyen. Mi fog történni? Hogy az oroszok ilyen régi nyelvet beszélnek. Tehát, ha hallgatjuk őket, akkor olyan, mintha a múlt hangjait hallanánk, a gesztusrendszer, a kategóriák, a szavak, a Lavrov urat hallgatom, az olyan, mint amit 30 vagy 40 éve hallott. De ez nem azt jelenti, hogy ennek nincs értelme, amit mondanak. Annak értelme van, és érdemes is komolyan venni. Most például két napja azt mondta Oroszország hivatalos képviselője, hogy addig fognak előre nyomulni Ukrajnába, amíg olyan távolra nem kerül a front, ahonnan már az ukránok kezén lévő fegyverekkel nem lehet belőni Oroszország területére. Vagyis minél modernebb fegyvereket szállít a NATO az ukránoknak, az oroszok annál távolabbra fognak kitölni a frontvonalat, mert ők egy katonanép, amely csak biztonságban gondolkodik, és csak az érdekli, hogy Ukrajna területéről ne érhesse őt katonai támadás. Úgyhogy ebben a pillanatban, amit csinálunk, az háború meghosszabbítását segíti elő, ha akarjuk, ha nem. Ez pedig azt jelenti, és érdemes megbarátkoznunk ezzel a gondolattal, hogy orosz-ukrán béketárgyalás nem lesz. Aki erre vár, hiába vár. Miután Oroszország biztonsági garanciákat akar, ezért a háborút csak orosz-amerikai tárgyalások tudják lezárni. Amíg nem lesz orosz-amerikai tárgyalás, addig nem lesz béke sem. Fölvethetnék, hogy de itt vagyunk mi európaiak. De sajnos, barátaim, azt kell mondanom, hogy mi európaiak a dolgok befolyásolására eljátszottuk az esélyünket. Eljátszottuk 2014 után, amikor az első konfliktusban, a krími háborúban létrejött egy Minszki megállapodás, amiből kihagytuk az amerikaiakat, és helyette német-francia garanciával egy Minszki megállapodást értünk el, amit végre kellett volna hajtani. De sajnos mi európaiak, illetve a bennünket képviselők, a németek és a franciák ezt nem tudták kikényszeríteni. Ezért az oroszok nem is velünk akarnak most már tárgyalni, hanem azzal, aki ki is tudja kényszeríteni Ukrajnával szemben azt, amiről megállapodnak. Úgyhogy az a helyzet, hogy a II. Világháború után ismét ott találja magát Európa, hogy a legfontosabb biztonsági kérdésben, annak eldöntésében nem neki lesz szava, hanem megint az amerikaiaknak és az oroszoknak. Itt nyitnék egy megjegyzést, mert most lehet, ebből a nézőpontból lehet jól érzékelni, hogy micsoda veszélyt jelent az Európai Uniónak az a javaslata, hogy alakítsuk át a tagállamok külpolitikai döntéshozatali rendszerét, és a mostani rendszert, amelyben minden külpolitikai döntés csak egyhangúan lehet meghozni, úgy változtassuk meg, hogy egyszerű többséggel is lehessen közös európai külpolitikát csinálni. A magyar történelmi tapasztalatok szerint, ha egy országra rákényszerítenek egy külpolitikát, amit ő nem akar, még a kétharmados arányjal is kell ezt megszavazni az Unióban, az egész egyszerűen imperializmusnak kell nevezni. Az az érv pedig, hogy másképp Európa nem tud világpolitikai tényezővé válni, ismét egy szemfényvesztés. Európa azért nem tud világpolitikai tényezővé válni, mert a saját házatáján, a saját hátsó udvaraiban sem tud rendet tartani. Itt a legjobb példa az orosz-ukrán háború. Ezt kéne megoldani. De tudok mondani más példákat is. Minszket ki kellett volna kényszeríteni. A horvátok, akiket kicseleznek Boszniában, bonyolult kérdés, csak szeretném, ha tudnák, hogy a horvátok, akik Boszniában élnek, és jog szerint megválaszthatnák a vezetőjüket, azokat a bosnyákok kicselezik, és valójában a bosnyákok választják meg, ki
kihasználva a törvény, választási törvény kiskapuit, a horvátokat. A horvátok felszólalnak ebben az ügyben minden tanácsülésen, mi magyarok összes fegyverünkkel támogatjuk őket, és az Unió ezt a problémát nem képes megoldani. Vagy itt van a saját határvédelem probléma, nem világpolitikai tényezőnek kéne lenni. Az ambíció szintnek az is megfelelne, ha az Unió a saját határait meg tudná védeni, de nem tudja. Sőt, szegény Salvini, aki megpróbálta, az bíróság élé viszik, és börtönbe akarják zárni. Vagy itt van a Balkán bővítése. Görögország uniós tag, Magyarország uniós tag. A kettő között ott egy nagy fekete lyuk, a Balkán, akit be kéne emelni az Uniónak geopolitikai és gazdasági okokból egyaránt a saját világ. Nem képes rá. Tehát Európának nem világpolitikai szerepre kell törekednie, hanem azt a szerény célt kéne kitűzni és megvalósítani, hogy a saját házatáján fölmerülő külpolitikai kérdéseket képes elrendezni. A demográfia, migráció, gender, háború, az ötödik nagy kihívás csomag, amellyel szembenézünk, az energia és a gazdaság kérdése. Bonyolult kérdés. Ilyenkor az a legjobb, ha az ember visszamegy a kályhához, mint a elhibázott tánclépések után kell, és újrakezdi az egészet, mármint újrakezdi megérteni a helyzetet, és a legegyszerűbb kérdéseket teszi föl. A legegyszerűbb kérdés úgy hangzik, ki jár jól ezzel a háborúval. A válasz az, hogy az jár jól, akinek van saját energiaforrása. Jól járnak az oroszok. Úgy kalkuláltunk rosszul, hogy azt gondoltuk, hogy ha nem vesszük meg az oroszoktól az energiaforrásaikat, akkor neki kevesebb bevételük lesz. Ami egy tévedés, mert a bevételt nem csak az adott mennyiség, hanem annak az ára határozza meg. És ma az a helyzet, hogy az oroszok kevesebb energiát adnak el, de sokkal több a bevételük. Tehát jól járnak az oroszok. Az Európai Unió importja Oroszországból ugyan csökkent 23%-kal, de a Gazprom bevételei kétszeresére nőttek ugyanezen idő alatt. Jól jártak a kínaiak. A kínaiak korábban ki voltak szolgáltatva az araboknak az energiaforrás tekintetében, az összes energiaforrást abból a világnak abból a zónájából szerezték be. De most, hogy az oroszoktól mi nem veszünk, az orosz energiaforrásokat áttereltük Kínába, úgyhogy Kína megszüntette az energiafüggőségét. És persze jól járnak a nagy amerikai cégek. Összegyűjtöttem ezt. Az Exxonnak a profitja 2022-ben kétszeresére nőtt, a Chevroné négyszeresére nőtt, a Kokonó Philipsé pedig hatszorosára nőtt. Tudjuk, ki jár jól gazdaságilag, ki jár rosszul. Hát rosszul jár az Európai Unió, mert az energia deficitje, a kivitele és a behozatala, illetve azok értéke közötti különbség, az háromszorosára nőtt, és most 189 milliárd euró mínuszon áll. Hogyan érint ez bennünket? A legfontosabb kérdés, amit úgy nevezünk meg, vagy kérdéskör, hogy rezsicsökkentés. Mi a rezsicsökkentés jövője Magyarországon? Tegnap meghallgattam az RMDS főnökét, és megértettem, hogy hogyan csinálják ezt itt Romániában. Mármint, hogy hogyan próbálnak segíteni az embereknek, hogy talpon tudjanak maradni ilyen energiaárak mellett is. Ugye Magyarországon mi ezt másképpen csináljuk. Magyarországon még a 2010-es évek elején vezettünk be egy rendszert, ami véleményem szerint egy hatalmas politikai tett és nagyon komoly társadalompolitikai eredmény. Ugyanis már látható volt 2010-ben is, hogy ahhoz képest, amennyi jövedelemmel rendelkeznek a családok, nagyon magas az energiaára, ha az piaci alapon számítjuk ki, és ezért a megkeresett jövedelmük nagy részét elviszi a létfenntartási költség, vagyis a rezsi. Ezért bevezettünk egy rendszert, és függetlenül attól, hogy a piacon éppen mennyibe került az energia, egy beállított áron garantáltuk mindenkinek a gázt, a villanyt és a távfűtést is. És amennyi a piaci ár az magasabb volt, mint a beállított rezsiár, a különbözetet a költségvetésből a kormány állta. Ez volt a magyar rendszer. Ez jól is működött 10 évig. A probléma most az, hogy a háború ezt a rendszert kibillentette. Ugyanis háborús energiaárak vannak. A feladat, hogy valahogyan megvédjük a rezsicsökkentést. Most úgy látom, hogy ez sikerülni is fog, abban a formában, hogy az átlagfogyasztásig
továbbra is mindenkinél megmarad a korábbi ár. Romániában nem így van. Magyarországon mindenkinél az átlagfogyasztásig megmarad a korábban csökkentett ár. Ha e fölött fogyaszt, ott viszont már egy piaci árat kell fizetni, aminek a mértéket a napokban közzé is tettük. Ha ezt sikerül megtartanunk és így megvédenünk, azt szintén hatalmas politikai tettnek és társadalompolitikai eredménynek könyvelhetjük el. Hogy legyen fogalmuk önöknek a nagyságrendekről. Mi változott meg? Ha 2021-es évet nézem, akkor azt kell mondanom, hogy az az összeg, amit a magyar állam fizetett ki, mert a rezsicsökkentésnek a mértéke kisebb volt, mint a piaci ár, az 296 milliárd forint volt mindent összevéve. 2022-ben, ha a mostani árak maradnak az év végéig, akkor már nem 296 milliárd forintot kell kifizetnünk, hanem 2051 milliárdot. Vagyis 7-szeres összeget. Amit nyilvánvalóan a magyar gazdaság egész egyszerűen így nem bír ki. Ezt kell megoldani. Ezért döntöttük úgy, hogy az átlagfogyasztást megvédjük, a fölött azonban piaci ár van, ezért van az, hogy a beruházásokat, a nem energetikai, minden típusú beruházást átütemeztünk, ami nem indult meg, azt nem is indítjuk meg, ami megindult állami beruházás, azt befejezzük, mert torzon semmi nem maradhat. Itt a határon túl is mindent befejezünk, aminek a fönntartása pénzt igényel, azt otthon is, meg itt is garantálni fogjuk, de új beruházásokat nem tudunk megindítani. Mert nem tudom garantálni sem itt önöknek, sem otthon, hogy amit megindítunk most, azt vajon be tudjuk-e egyáltalán fejezni. És ez felelőtlenség lenne, ezért várni kell. És végül van még egy feladat, le kell jönni a gázról. Az áram sokkal kisebb terhet jelent Magyarországnak, mert van atomerőművünk, meg van szolár energiánk is. Ha át tudjuk terelni a fogyasztás gázról másra, mondjuk áramra vagy biomasszára, így kell modernül hívni a fát, ha azt át tudjuk terelni, akkor ez a teher, amely bennünket nyomaszt, ez csökkenteni fog. Ez a költségvetés mostani tervei mellett tartható, kivitelezhető feladat. Következő gond, ami itt a gazdaság területén előttünk áll, az a recesszió. Így kell elegánsan mondani, ha azt akarjuk jelezni, hogy a gazdaság teljesítménye a következő évben kisebb lesz, mint az előző évben volt. Egész Európát a recesszió réme gyötri. Magyarországon ez ráadásul kiegészül még azzal is, hogy miután nekünk forintunk van, amikor a dollár-euró árfolyam megváltozik, vagyis a dollár erősödik, az automatikusan azonnal a forint gyengüléséhez vezet. És ha pont egy olyan korszakban vagyunk, amikor a dollár folyamatosan erősödik az euróval szemben, vagy legalábbis tartja azt a magas szintet, amit elért. És ez automatikusan magával hozza a forint gyengülését. Plusz még itt van az a kérdés, hogy a következő évben kisebb lesz-e a gazdaság teljesítménye, mint az idei évben. És az elfogadott költségvetésben szereplő erőjelzés szerint ez nem így lesz, hanem nőni fogunk. A probléma az, hogy közben mindenhol Európában, vagy legalábbis az európai országok nagy részében bizonyos, hogy visszaesés lesz. És ez politikai destabilizálást okoz majd. Ugye a régi görögök azt mondták, hogy a világnak két állapota van. Van, amikor a világ rendezett, ezt úgy hívják, hogy kozmosz, és van, amikor rendezetlen, ezt úgy hívják, hogy káosz. És ma az európai gazdaság e felé tart. A dilemma, amivel nekünk magyaroknak meg kell küzdenünk, ehhez kell megtalálnunk a megfejtő kulcsot. Az úgy hangzik, hogy van egy globális recesszió, lehetséges-e lokális kivétel. És a következő két évre azt tűztük ki célul, hogy Magyarország egy globális válság idején lokális kivétel legyen. A ambiciózus cél. Ez azt is jelenti, hogy hiába szeretnénk a megnyert választás után egyben látni a négy évet, amely előttünk van, ez nem lehetséges, mert ez a négy kétszer két évből áll. Van az első két év, 2022-24, akkor van Amerikában elnökválasztás, és akkor jön el szerintem először igazán komolyan a béke lehetősége, és utána jön a 2024 és 26 közötti két év. Különböző terv kell az első két évre, és különböző terv a másodikra.
sikerülhet-e lokális kivétellé tenni Magyarországot. Sikerülhet, a kulcsszó úgy hangzik, hogy kimaradni. Tehát Magyarországnak akkor sikerül gazdasági értelemben megőrizni a sikereinket, ha kimaradunk a háborúból, ha kimaradunk a migrációból, kimaradunk a gender bolondériából, kimaradunk a globális adóból, időhiány most erről hosszan nem beszélek, de ezt is ránk akarják kényszeríteni, és ki kell maradnunk az európai általános recesszióból. Jó hír, hogy 2010-ben ez sikerült. Jó hír, hogy 2020-ban is sikerült, a Covid járvány idején. Minden válságból erősebben jöttünk ki, mint ahogy belementünk. 2020-ban is az történt, hogy kanyarban előztünk Görögországnak és Portugáliának az egyfőre jutó gazdasági teljesítményt megelőztük válság idején. A baj az, hogy miközben kanyarban előzünk, kaptunk egy jópofa ónos esőt, és most itt kell valahogyan pályán tartani a járgányunkat. Fontosnak tartom, hogy a siker érdekében az új helyzethez igazodóan, különösen nem csak politikai, hanem gazdasági értelemben is, minden fontos szereplővel képesek legyünk új megállapodásokat kötni. Új megállapodást kell kötni az Európai Unióval. Ezek a pénzügyi tárgyások, ezek zajlanak. Meg fogunk egyezni. Most szépen kézenfogva együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást, megegyezünk. Egy új megállapodást kell kötni az oroszokkal. Új megállapodást kell kötnie Magyarországnak az oroszokkal, új megállapodást kell kötnie Magyarországnak a kínaiakkal, és aztán egy új megállapodást kell kötni az USA-val is. A republikánusokkal könnyebb lehet, mint a mostani demokratákkal. És ha ezt sikerül megoldanunk, mindenkivel meg tudunk állapodni úgy, ahogy a nemzeti érdekeink megkívánják, akkor vissza tudunk kapaszkodni 2024-be a régi növekedési és fejlődési pályára. Azokat a tényezőket akarom felsorolni, amelyekre építhetünk, és amely lokális kivételé tehet bennünket egy globális recesszió idején. Az első, hogy nekünk még megvan a határvédelmünk. A második, hogy családalapú a társadalmunk, ami egy komoly energiát és motivációt garantáló körülmény. Éppen most csináljuk a nagy hadipari fejlesztéseinket és a hadsereg fejlesztését. Diverzifikáljuk az energiaforrásainkat, zárójel. Amit az Unió akar, az nem diverzifikálás. Diverzifikálás azt jelenti, hogy nem vagy kiszolgáltatva, mert különböző helyekről szerezhetsz be energiát. Amit ők csinálnak, az szankció, aminek az a célja, hogy valahonnan ne szerezhess be. Ez egy egészen másik történet. Mi nem akarjuk, hogy Oroszországból ne szerezhessünk be. Mi azt akarjuk megakadályozni, hogy csak onnan szerezhessünk be. Ötödik esélyünk a technológiai váltás kihasználása. Ha elég gyorsak vagyunk, a technológiai váltásokon mindig nyerhetünk. Itt van például az elektromos autóknak a példája. Hatalmas akkumulátor beruházásokat csinálunk Magyarországon, és mi leszünk pillanatokon belül a világ harmadik legnagyobb, nem százalékban, abszolút értékben, harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója, és az ötödik legnagyobb exportőre a világon. Vannak tehát ezek a rések, ahova be tudunk menni. A külföldi tőke beáramlás, ez a hatodik nagy esélyünk, keletről és nyugatról is jön a tőke, 19 vagy 20-ban már Dél-Korea hozta a legtöbb befektetést, a rákövetkező évben Kína, és ebben az évben ismét Korea, amiközben a németek beruházása is mennek tovább. Tegnap jelentették be az új Mercedes gyár építését, az 1 milliárd eurós beruházás. Tranzitország vagyunk, és tranzitgazdaság is akarunk maradni. Ahol azt a megjegyzést kell tennem, hogy ha a világ blokkosodik, és ketté vágják megint keletre és nyugatra, akkor mi nem egy találkozási hely leszünk, egy tranzitország, nem egy találkozási hely, átjáró érintkezés, ami mind kelet, mind nyugat előnyeit ötvözi. Ha ma blokkosodás van, akkor mi valaminek a széle leszünk, a perifériája. És akkor nem egy virágzó Magyarországunk lesz, hanem egy rejtő jenőféle, poros, előretolt helyőrség lesz Magyarországból. Ezért minden blokkosodást nekünk elleneznünk kell, a tranzitország és tranzitgazdaság csak így hoz hasznot. Következő nyolcadik lehetőségünk az a politikai stabilitás, hiszen kétharmadunk van, kétharmados kormányt nem lehet földönteni, nincsenek koalíciós vitáink, mert hogy nincs koalíciónk,
Sőt, az elmúlt időszakban, talán önök erre kevésbé figyeltek, de levezényeltünk egy nemzedékváltást is a nemzeti oldalon. Most tegyük zárójelbe azt a körülményt, hogy a magam korabeliek nyugaton ilyenkor kezdik el a politikai pályafutásukat. Ez Magyarországon másképp van, én már éppen kifele megyek. És gondoskodni kell arról, hogy az utánunk következő nemzedéknek is meglegyen a nemzetileg, érzelmileg ugyanúgy elkötelezett vezetése, mint amit mi adtunk Magyarországnak. Ezért végrehajtottunk szép csöndben egy nemzedékváltást is, aminek a szimbóluma, hogy a magamfajta mindjárt 60-as miniszterelnökkel szemben vagy mellett egy 44 esztendős, három gyerekes családanya a köztársasági elnökünk. És ha ránéznek a kormányra, akkor a kormányban 40-es éveiket, esetenként annak elejét taposó minisztereket látnak, akik 20-30 évig lesznek képesek vezetést biztosítani Magyarország számára. Persze a nemzedékváltás sosem könnyű, mert nem mindegy, hogy az újak kirúgnak-e a hámból, vagy húzzák a szekeret. Akik kirúgnak a hámból, azokat a cirkuszi mutatványos sátorban kell fölléptetni, akik meg húzzák a szekeret, azokat pedig be kell vonni a politikai döntéshozatalba. És a sikeres lokális kivétel stratégiának a 9. esélyt adó pontja, azok a szellemi alapok. Mert Magyarországnak még megvan a nemzeti gondolata, megvan a nemzeti érzésvilága, megvan a kultúrája, egy komplett magyar világ leírására alkalmas nyelve. És még a 10. dolog, ami esélyt ad a sikerre, azt én úgy hívom, hogy ambíció. Magyarországnak vannak ambíciói. Magyarországnak közösségi, sőt nemzeti ambíciói vannak. Nemzeti, sőt európai ambíciói is vannak. Ezért nekünk a most következő nehéz időszakban, hogy megőrizzük a nemzeti ambícióinkat, együtt kell maradnunk, együtt kell maradni az anyaországnak, és együtt kell maradni Erdélynek és a többi magyarok lakta területnek a Kárpát-medencében. És ez az ambíció, kedves barátaim, ez fűt bennünket, ez hajt bennünket, ez a mi üzemanyagunk. Az a megfontolás, hogy mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk, hogy mindig többet vettek el tőlünk, mint amit nekünk adtak, hogy nekünk rendezetlen számláink vannak, hogy mi jobbak, szorgalmasabbak és tehetségesebbek vagyunk annál, mint ahol most tartunk és ahogy élünk, és az a tény, hogy a világ nekünk tartozik, és ezt a tartozást be akarjuk és be is fogjuk vasalni. Ez a legerősebb ambíciónk. Kedves nézőink, a köztérben a Tusnádfürdőre a bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborba kalauzoltuk el önöket, ahol Orbán Viktor tartott beszédet. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.